Comasarea alegerilor europarlamentare cu cele locale prevede costuri mai mici, a explicat Alianța Civică Maghiară, aflată la guvernare în Ungaria. Analiștii spun că pentru opoziție, această campanie electorală va fi una foarte dificilă. A Fidesz holdudorához tartozó cégek tulajdonában van a legtöbb kampányeszköz. Ugye döntően a média, amely 430 cégből a Kesmába van egyesítve. Az óriás plakátok is döntően a Fidesz oldudvarához tartoznak, tehát az ellenzéknek egyébként is kevés lehetősége van. Azonban az elektronikus média, amely ugye döntően a közösségi médiából áll, az elvileg szabad, csak hogy a kormány bevásárolja őket állampénzből, állampénzért, amit az adófizetők adnak össze a magán szférába, a magán hirdetés. Experții spun că se fac eforturi foarte mari și pe plan internațional pentru a garanta alegeri corecte în Ungaria. Az európai parlamenti választásra 12 országnak a különféle Európa parlamenti pártjai szövetséget kötöttek, egy etikai kódexet írtak alá. Ezt Magyarországról nem írta alá senki. Ez nem egy túl jó hír. A másik újdonság, hogy a legfelsőbb bírósághoz összpontosították az összes választási ügy elbírálását. Most ez azért jelent problémát, mert az elmúlt 4 éves periódusban, ha véletlenül a Nemzeti Választási Bizottság mégis 1-2 ügyben az igazság mellett döntött, akkor azt a kúria elgázolta. Tehát én jó dolgokra nem számítok a magyar jogállamiság helyreállításában. Este pentru prima dată de la aderarea la Uniunea Europeană, când în Ungaria sunt comasate alegerile.